Csak az a baj, hogy van aki elviszi, és ahol ilyen ágasbogasály van, ők oda lerakják az ő szemetüket, és ez szégyen, meg felháborító. Főleg ilyen flakonokat, meg eldobált kis üvegeket, meg ilyen igazából konyhai hulladék a legtöbb. El lehetne vinni, nagyon, vagy több olyan zsák is volt, amiben bele volt pakolva minden, csak itt dobták ki. Szóval szinte érthetetlen. Mindent kidobnak, ilyen pici üvegeket, pálinkás üvegeket, műanyag üvegeket, mindenfélét. Bármire is járt az ember tornán, mindenhol szorgoskodó embereket látott. A gyerekek a belvárosban, a felnőttek a kiebeső területeken húztak kesztyűt, hogy összegyűjtsék a hulladékot. Bár Tolna belső területei alapvetően gondozottak, és az emberek általában odafigyelnek a tisztaságra, a külső részeken már nem olyan jó a helyzet. A városvezetése kezdetek óta bekapcsolta a települést a Teszed mozgalomba, és a felhívásra már akkor is jöttek az iskolások és a civil szervezetek. Az elmúlt években egyre inkább átérezték a tolnaiak a mozgalom jelentőségét. Meg kell azt is mondani, hogy az önkormányzat nagyon nagy hangsúlyt fordít arra, hogy folyamatosan tisztán tartsuk az utcákat, a közterületeket. A probléma az leginkább a város külső területeivel van, ahova már-már ipari mennyiségben hordják ki az emberek a szemetet, és itt gyakorlatilag mindenféle szeméttel találkozhatunk, kommunális hulladékkal, szelektíven gyűjtött, vagy esetleg gyűjthető hulladékkal, és inert hulladékkal is. Most éppen nem messze a hulladékudvartól vagyunk, és mégis több zsáknyi szemetet gyűjtöttek itt össze az önkéntesek. Éppen arról beszélgettünk, hogy mi értelme van idehozni, amikor egyébként a városba van egy jól működő, elég hosszan nyitva tartó hulladékudvar, akkor mi a fene értelme van annak, hogy az emberek mégis inkább ezt a megoldást választják. Nyilván az, aki eljön szemetet szedni, az nem tudja erre a választ. Én magam se tudom erre a választ, tehát azt gondolom, hogy mindig lesznek olyanok, még ha, és remélem, hogy egyre kevesebben lesznek olyanok, akik akár egy-egy csoki papírt, meg is poharat kidobnak az ablakon, meg lesznek olyanok is, akik ipari mennyiségű hulladékot raknak le a város területein. De én azt gondolom, hogy ezzel az akcióval, amiben mi most részt veszünk majdnem 600 fővel a városban, ezzel talán egy kicsit környezettudatosságra neveljük az embereket, és talán, hogyha valaki elmegy egy ilyen kisebb csapat mellett, és látja, hogy esetleg a tegnap eldobott műanyag üvegét szedi össze, akkor talán megfordul a fejébe az is, hogy legközelebb nem dobom ki. Ilyen értelme mindenképpen van. Ha valaki egyszer részt vett egy ilyen akcióban, már legközelebb biztosan odafigyel arra, hogy eldobja el a csoki papírt. És valószínűleg, akinek a szeme láttára az általa eldobott papírpoharat, valaki más szedi össze, történetesen egy kisgyerek, ő is elgondolkodik, eldobja a szemetét a jövőben. A városvezetés folyamatosan tesz lépéseket a rendfenntartása érdekében. Most is éppen pályáztunk a Mözsi Újbucsú téren, van egy viszonylag hosszú és mély árok. Néhány évente kitakarítjuk, most nyújtottunk be egy pályázatot, és ott 3 millió forint támogatásra számítunk, hiszen ezeknek nem csak az összegyűjtése, hanem a beszállítása is az Aliszka Terrához nagyon-nagyon komoly összegekbe kerül. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy mégiscsak az emberek fejébe kéne rendet tenni. Nem azok kéba, akik most itt vannak, hanem azok kéba, akik szemetelnek. Akik itt voltak, úgy gondolják, a város tisztántartása mellett jelentős közösségi élmény is az együtt elvégzett munka. Mi ezt a szakaszt 6-8 éve ez a társaság szedegeti. Annyi azért tapasztalható, hogy kicsivel talán kevesebb szemét jön össze. A másik meg az, hogy itt ezen a részen elég jól jár a szél, és a szél is én szerintem sok helyről ide hordja, és itt a bozótos megfogja. Hát szerintem van azért, biztos, hogy van azért valami értelme. Tizedrésznyi szemét sincs, mint ennek előtte. Egyre kevesebb szemetet dobálnak el az emberek. Aki egyszer eljött szemetet szedni, az már többet nem dobálja el a szemetet, és aki látja, netán elszégyeli magát, hogy ő eddig szemetelt, és sokkal kevesebb a szemét tényleg. Ez egy jó kis élmény. Én nem voltam, ma vagyok először, most mentem nyugdíjba.
jó kis hec. Nehéz lenne csak úgy civilek, vagy magánemberekkel megszervezni ezt az egészet. A civil egyesületek vezetőivel, szervezőivel előre egyeztetett módon kapják meg a zsákot és a kesztyűt, és ők tudják, hogy kinek kell szólni, amikor megteltek a zsákok. Tehát nagyon jól szervezett akcióról van szó, és alpolgármester úr egyébként Berta Zoltán az, aki ezt az egyik kollégámmal összeállította. Én azt gondolom, hogy mindig kell, hogy legyen egy motor, aki ezt csinálja, és ők remekül csinálják. Nagyon aktív civiljeink vannak, és nagyon számíthatunk ebben is, és minden másban is arra, hogy ők részt vegyenek a város mozgalmi életében. Csak egy telefon.